4, tehát ugye mindegyik világít, tehát azt jelenti, hogy ez 100%-ra fel van töltve. Ez egy ellenőrzési lehetőség, de nem kapcsoljuk be még. Most csak le tudtam ellenőrizni, de nem kapcsoljuk be, mert általános szabály, hogy drónt nem reptetünk úgy, hogy a kontroller nincs bekapcsolva, mert mindig kontroll alatt kell legyen a drón. A mezőgazdasági drón reptetése előtti ellenőrzést tanulmányozzák a diákok szakember vezetése mellett testközelből Apagyon. A Nemzeti Agrárkamara egyhetes szakmakóstoló ingyenes táborában kedden a permetező dróné volt a főszerep. Most vagyok itt először, tavaly nem jöttem. Hát eddig megnéztük az állatokat, és kiválasztottuk a csapatokat, hogy ki melyik csapatba lesz. És hát azért jöttem, mert nagyon szeretem az állatokat, és hát inkább ilyen állatokkal szeretnék majd foglalkozni. Az eső szemerkél ugyan, de ennyit még elbír a drón, amelyet internetes kapcsolat segítségével irányít szárazföldi pilótája. Második napja tart a tábor, és a diákok közül többen is úgy érzik, érdemes lehet hosszú távon a mezőgazdasági pályát választani. Különösen azok, akik családi környezetében már eleve vannak olyanok, akik állatokkal vagy növénytermesztéssel foglalkoznak. A keresztanyukám meg a mamám tehénekkel, birkákkal, libával, kacsával, tyúkkal, malacokkal foglalkoznak, és nekem ez azért jó, mert tanulhatunk is valamit, és a jövőben felhasználhatjuk. A táborba az általános iskola felső tagozatos diákjainak jelentkezését várták, akik szívesen nyernek betekintést a különböző mezőgazdasági munkák világába. És akkor elkezdem átnézni a sajtjaimat. És ha látom rajta, hogy ilyen kis fekete folt van, akkor így szépen áttörlöm. Ez egy egyhetes tábor. Ebben a tábor napközis táborként működik, tehát, hogy reggel jönnek és délután mennek haza, a napot itt töltik velünk. Minden nap kis csoportokban vannak közös foglalkozásaink is, de kis csoportban találkoznak az állattenyésztéssel, kertészettel, növénytermesztéssel, géptannal és tejfeldolgozásnak a munkafolyamataival. Itt nem csak megnézik, hanem ki is próbálhatják ezeket a dolgokat, és igyekszünk igazán élményszerűvé tenni nekik. A délután folyamán pedig kirándulás sokat szervezünk, ahol partnerekhez mehetünk el, tehát olyan szakmai partnereinkhez, ahol már élőben, tehát ami a való életben vár rájuk, kertészetben, egy gépészeti céghez, illetve egy állattenyésztő céghez visszük el őket, ahol megnézhetik, hogy hogyan működik ez valóban az életben, miután már tanultak. Magyar Iné Rádi Judit hozzátette, reggel 8-9 óra körül kezdődnek a programok, amelyekhez ingyenes étkezés is tartozik. A Nemzeti Agrárkamara jóvoltából tudtuk megszervezni, mert ő támogatja és ő fedezi az összes költséget, ezért a résztvevők számára ez teljesen ingyen. Maga a tábor is, a programok és az étkezést is biztosítja, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség egyrészt arra is, ami a nyári szünetben ugye a szülőknek gondot szokott jelenteni, hogy hova helyezik. Másrészt ide kimondottan olyan gyerekek jelentkeznek, akik érdeklődnek azért a mezőgazdaság iránt. Tehát, hogy itt olyan dolgokat fogunk csinálni, ami kimondottan kézzel fogható, és megtapasztalják, megkóstolják igazából ezt a szakmát. A Nemzeti Agrárkamara szakmakóstoló táborát 2 évente szervezik meg, így legközelebb 2025-ben jelentkezhetnek majd a diákok.